A munkaerő honnan, hogyan című konferencián a résztvevők betekintést kaptak a magyar gazdasági növekedés és a munkaerőpiac összefüggéseibe. Megismerkedhettek a gépész életpálya modellel, valamint azzal, hogy Szombathely milyen válaszokat tud adni a munkaerőpiac helyi kihívásaira. 2010-ben még csak 3 millió 700 ezer körül alakult a foglalkoztatottak száma hazánkban, ez azóta dinamikusan növekedett, hangzott el a Gazdaságfejlesztés Kormányzati Szemmel című konferencián. Közel 4 millió 400 ezer fős foglalkoztatást jutottunk nem egészen 6 év alatt el, úgy, hogy a közfoglalkoztatásba bevontak száma olyan 130-140 ezerrel növekedett 2010-hez képest napjainkra. Tehát ebből is kiderül, hogy több mint 400 ezerrel többen dolgoznak az elsődleges munkaerőpiacon. Az államtitkár kifejtette, a munkaadóknak nyújtott járulékkedvezményekkel kiemelten segítették a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedését, sikeres volt a munkahely megtartó akcióprogram is. A felsőoktatásnak is ugyancsak fontos szerepe van a foglalkoztatásban, a munkaerőpiaci igények kielégítésében. Magyar felsőoktatásnak nagyon fontos, hogy az ipar felé nyisson, nagyon fontosak azok az együttműködések, amelyben a felsőoktatásban tanuló hallgatók olyan gyakorlati ismereteket szerezhetnek, amely a munkaerőpiaci elhelyezkedésüket, illetve az aktívabb azonnal a termelésbe, illetve a kutatásba, az ipari kutatásokba való bekapcsolódásukat segíteni. Ehhez járul hozzá a duális képzés, amelynél a szakmai tartalom nem kevesebb, mint a hagyományos képzésekben, de kiegészül munkahelyi kompetenciával, amely a munkaerőpiacon jelentősen növeli a frissen végzettek elhelyezkedési esélyeit.